Ismét itt van a húsvét, tehát a mai nap nem egy átlagos videóval jöttem számotokra, hanem egy ünnepi, rémisztő, húsvéti történettel. Ma el fogom mesélni nektek a nyúlember legendáját. Készüljetek fel, mert ha nem bírjátok az ilyen rém történeteket, akkor nem biztos, hogy végig tudjátok hallgatni ezt a sztorit. Nagyon erősen gondolkozom, hogy holnap is jön egy húsvéti sztori, viszont csak akkor, hogyha ezen a videón sok like fog összegyűlni, és komment, tehát mutassátok meg, hogy van érdeklődés, vagy sem. Ezt a sztorit több kormányzati forrás is igaznak igazolta. Ezáltal az interneten is elterjedt. Miután lezajlott a polgárháború Virginiában, Fairfaxben, építettek egy eléggé kezdetleges, de megfelelő börtönt. Erre azért volt szükség, és sokkal népesebb helyé vált, és elengedhetetlennek gondolták. Erre a helyre különleges emberek voltak bezárva, többnyire, különlegesen rémisztő alakok. Miután ezek kiderültek az interneten, nem igazán szerettek volna a közelben lakni, úgy igazából senki. Az intézményt nem sokkal később, mikor hanyatlásnak indult a város népessége, bezárták. 1904-ben az összes beteget, aki be volt ide zárva, másik intézetbe akarták őket szállítani. Viszont átszállítás közben egy-két beteg eltűnt. Valószínűleg elbújkáltak a környező erdőkben, meghúzták magukat. Azt már ne is kérdezzétek, hogy vajon hogyan szöktek meg, milyen úton, módon szerették volna őket átszállítani. Lehet, hogy akik szállították, nem tehettek róla, ugyanis a körülményeket nem tudjuk. A város rettegett. De ez természetes szerintem, hisz te tudnál úgy nyugodtan aludni, hogy a körülötted lévő valamelyik erdőben ilyen őrültek bujkálhatnak? Szerencsére elég sok beteget megtaláltak az erdőben. Kivéve egyet, Douglas Griffin. Környéken az egész erdőt átnézték, már nagyon távoli részen keresgélték, és ez nem volt véletlen, hogy ott keresték. Az erdészek bejelentettek egy eléggé furcsa esetet. Találtak egy nyulat, ami félig el volt fogyasztva, viszont látszott rajta, hogy nem egy másik állat okozta, hanem mintha egy ember tette volna vele. Sőt, nem is egy nyulat találtak, ahogy haladtak az erdőben, ilyenek voltak mindenhol elhagyva. Az egyik nyúlnak a lábára volt írva egy cetli. Bármennyire is akarsz, soha nem fogsz megtalálni. Aztán most a következő híd, neked lehet nem mond sokat, viszont az ott lakóknak valószínűleg rémálmaik voltak tőle. Hisz a rendőrök, akik keresték ezt az őrültet, aznap este ez a híd alatt látták, egy ideig azt hitték, hogy utoljára. Azóta ezt Nyuszi hídnak hívják, amióta ez történt, bármilyen eset, bármilyen rettentő eset történt a városban, vagy rejtélyes dolog, az sokszor a Nyuszi híddal hozták párhuzamba. Olyan sztorit is lehetett hallani, hogy egy turista először találkozott szembe ezzel a híddal, majd miután hazament, rejtélyes módon a család összes többi tagja eltűnt, és azok a pletykák járják, hogy másnap húsvét reggel ismét az erdőbe indult. Sokan azt is mondják, hogy a család többi tagjának testével, majd onnantól kezdve soha többet nem látták őket. Aztán egyébként több ilyen sztori is kering az interneten, miszerint is többen is ott maradtak ennél a Nyuszi hídnál. Például ez a három gyerek, és az összes embernek, aki ott maradt, a lábára mindig volt ragasztva egy cetli, miszerint soha nem fogsz elkapni. 2001-ben ismételten pár diák és az osztályfőnökük szintén megtalálták ezt a helyet, és hihetetlen, de megint fél nyuszikat találtak, ezután olyan gyorsan hagyták el a helyszínt, ahogy csak lehet. Az interneten egyébként meg lehet nézni Fairfaxnek a történetét, ezek az események állítólag tényleg megtörténtek, nagyon sokat lehet róla olvasni, és ennél még sokkal rosszabbakat, tehát én csak a lefinomított verziót mondtam el körülbelül. Többen is nyilatkozták már azt, hogy autózgatás közben például összetalálkoztak egy nyuszi jelmezes alakkal, egy nyuszi maszkos alakkal, viszont ezeknél persze fent áll az is, hogy csak kitalálják a sztorikat, vagy direkt rájátszanak, hogy ezzel tegyék egyedivé a várost, bár mondjuk nem tudom, hogy megmerné valaki csinálni, de persze csak mint egy legenda. Egy biztonsági őr egy építkezésen szintén látta ezt a nyuszi embert. Ez az ember elkezdett rongálni az építkezésen, majd amikor közeledett a biztonsági őr, hihetetlenül megfogette. A helyi újságok ezt le is hozták, majd az új vásárlók nem szívesen akartak oda költözni, amit teljesen megértek. Sokan azt is gondolják, hogy ennek az embernek valami természetfeletti ereje is lehet, de ez már sosem derül ki, és az egyik ilyen alkalommal, amikor szintén bejelentést tettek, a zsaruk megtalálták ezt a nyulat, úgy szintén az erdőben. Menekülni szeretett volna, felmászott a hídon lévő sinekhez, majd óriási véletlen, de pont akkor érkezett a vonat, és állítólag ezt a nyúlembert telébe kapta. A rendőrök meg is találták a jelmezében. Ezt utána balesetnek nyilvánították, sajnos sosem derült ki, hogy ki volt ő pontosan, és mégis miért művelte azt, amit művelt. Szimplán azért, mert őrült volt, vagy volt valami komolyabb célja ezzel, de sokan még az eset után is azt állítják, hogy többször találkoztak ezzel a nyúlemberrel. Rengeteg történetet lehet, hogy csak kitalálnak, viszont van, amit biztos, hogy nem. Erre tekintsetek úgy, mint egy legendára, egy városi legendára, de az biztos, hogy szerintem a legtöbben nem költöznénk ide. Te megmernéd nézni ezt a nyuszi hidat? Írd le kommentbe. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel, nézd meg ezeket a videókat is. Találkozunk legközelebb, sziasztok!